Dobar dan želim svima vama koji ste se odazvali našem pozivu i prihvatili ste naš poziv da podijelite radost sa nama i da upoznate naš projekat prekograničnog karaktera. Na početku dozvolite mi da se zahvalim gospodinu predsjedniku opštine Bečej, gospodinu knjezi Peteru, kao i lokalnoj samoupravi opštine Bečej koji su podržali naš konkurs i moralno i materijalno. Srdačno pozdravljam sve prisutne iz Republike Mađarske koji su naši projektni partneri kao i partnere iz Temerina. Srdačno pozdravljam predstavnike lokalne samouprave, delegate Vojvodnjanskog parlamenta, delegata Vojvodnjanskog parlamenta, direktore, predstavnike javnih preduzeća, osnovnih i srednjih škola, naše sugrađane Bečeja i mog Zavičaja, članovi upravnog i nadzornog odbora i naravno predstavnike medija. Junapot kívánok, engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszönöm csak minden kedves jelenlévőt, akik elfogadták meghívásunkat, és osztoznak örömünkben. Egy pályázat bemutatásra kerül sor ma, ami határon átívelő projektumnak a megvalósítását szorgalmazza. Mindenekelőtt szeretném megköszönni községünk elnökének, Nézi Péter polgármester úrnak, és a községi önkormányzatnak az önzetlen segítséget, amellyel ezt a pályázatot, projektumot meg tudjuk valósítani. Nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is segítik ennek a pályázatnak, ami ma bemutatásra kerül, a kivitelezését. Szeretettel köszöntöm projektpartnereinket Magyarországról, Domaszékről, Mórahalomról, ugyanakkor Temerinből a vajdasági parlamenti képviselő urat, a községi közigazgatás munkatársait, a közvállalatok iskolák igazgatóit, az óbecsei polgárokat, szülőfalunk képviselőit, könyvtár igazgatói és felügyelő bizottságának tagjait, és természetesen a média képviselőit. Két nyelven fogjuk a projektot bemutatni, nálunk honos, illetve államnyelvén, szerb nyelvén és magyar nyelven. Nacionalna agencija za razvoj Republike Mađarske i Ministarstvo financija Republike Srbije objavili su prvi javni poziv za prikupljanje predloga projekta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije 29. septembra 2009. godine. Pored 170 aplikanata na ovaj poziv, zajednički su se prijavili Bečej, Temerin, Mórahalom i Domaszék. Cilj IPA programa je da potpomogne zajednički razvoj mađarsko-srpskih pograničnih područja uz podršku Evropske unije u cilju postizanja harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem. Dugoročni opšti cilj programa je ostvarivanje harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem, gde se zajednički uspešno vode zajedničko kulturno i prirodno nasljeđe, a mogućnost za privredu u kulturi se proširuju razvojem poslovnih, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih odnosa, što dovodi do stvaranja novih radnih mesta, a efekat izolacije spoljne granice svode na minimum. Magyarország, Szerbia IPA határon átnyúlvelő együttműködési program 2007 és 2013 között Magyarország és Szerbia határmenti kapcsolatnak erősítését segíti. A program úgynevezett előcsatlakozási támogatási eszközként működik. A program első szabályozati felhívása 2009. december 31-én zárult, és összesen ebben 170 pályázat érkezett be határidőn belül. Egyik közülük a bemutatásra kerülő nyertes projektom, amit Óbecse, Temerin, Mórahalom és Domaszék közösen nyújtott be. Az IPA program fő célja, hogy az Európai Unió támogatásával lehetőséget biztosítson a magyar-szerb határvidék közös fejlődésére egy harmonikus, együttműködő, fenntartható és biztonsági környezettel rendelkező régió létrehozásával. A program hosszú távú általános célja egy fenntartható és biztonságos környezetben együttműködő régió létrehozása. Az együttműködés keretében a közös kulturális és természetörökség megőrzése,
a gazdasági lehetőségek kiaknázásának erősítése, közös oktatási, kutatási tevékenységek erősítése a fő cél, elősegítve a munkahelyteremtést, valamint csökkentve a Schengeni külső határon való elhelyezkedés negatív hatásait.